fel ebben a fátyol egy nagy titokról. Bizonyára sokatokat megrázott Donald Trumpnak az a kijelentése, hogy ő a föld felmelegedését gátló programba nem szállt be, vagyis hát kiszállt belő, mint az Egyesült Államok elnöke. Ez egy nagyon komoly összeget jelentett, amit ő nem adott oda ennek a programnak az érdekébe. Még a pápa is felszólította Donald Trumpot, hogy hogy képzeli, ez egy óriási probléma a Földön, hogy melegszik a Föld, és mi az, hogy Amerika kivonja erre szánt összegnek körülbelül egy harmadát, vagy majd csak felét. De nagyon érdekes, hogy a hírforrások nem számoltak be arról, hogy miért nem támogatta ezt Donald Trump. Bizonyára, akik az elmúlt éveket figyelgették, hallottatok arról, hogy van egy geomérnökségi permet, amivel ezek a bizonyos geomérnökök nehéz fémeket permeteznek be a levegőbe. Itt megint sokan úgy gondolták, ó, ez biztos csak egy olyan összeesküvés elmélet. Hát nem teljesen, mert az Obama kormánynak egy minisztere és a német kormánynak egy minisztere írásban kijelentette, hogy ezek igaz dolgok. Mit jelent ez? Ha valaki szeretné az időjárást befolyásolni a mai világban, az úgy teszi, hogy nagyon komoly repülőket küld föl a légtérbe, és bepermetezi a levegőt alumíniummal, kádmiummal, titániummal, nehézfémekkel, hogy megváltoztassa az időjárást. Most föltehetnétek a kérdést, de hát miért kell ezt megváltoztatni? Nagyon egyszerű a válasz. A mezőgazdasági termékek a régi időkben is stratégiai fegyverek voltak, hogy hol mennyi buza, vagy éppen gabona, vagy éppen gyümölcs, rizs terem. Attól függően, hogy milyen volt az időjárás, több vagy kevesebb termet. És attól függően, hogy több vagy kevesebb termet, a tőzsdén a papírok úgy mozogtak. A tőzsdén a papírok mögött az időjárás van. Ha jó az időjárás, sok termény van, beesik a kereslet. Ha kevés termény is van, megnő a kereslet. Magyarul az időjárás egy tőzsdei termék lett. Mivel tudják befolyásolni az időjárást? Nehézfémekkel. Mi lesz, ha ezeket a nehézfémeket mi belélegezzük? Mi lesz, ha a lehulló nehézfémeket fölszívják a növények és az állataink megeszik? Mi meg megesszük ezeket a növényeket és ezeket az állatokat? Mi lesz a folyóinkkal? Mi lesz a levegőnkkel? Mi lesz a növénnyel, a hússal, az emberrel? Lehet, hogy ez a tőzsdén egy-egy évben, 5 évig, 10 évig, 20 évig hatalmas bevételt jelent bizonyos embereknek, akik az időjárás befolyásolják. De milyen áron? Ezeket a nehéz fémeket mi megisszuk, megesszük, beszippantjuk. Úgy képzeljétek el, ahol a szervezetbe nehéz fém kerül, oda az immunrendszer már nem tud hatni, mert körbevesz, elfoglal területeket. Viszont ahol nehéz fém van, ott élnek a vírusok, ott élnek a baktériumok, ott élnek a gombák, ott él, burjánzik a rák, mert neki ez a táptalaja. Ezeknek mindig az a táptalaja, ahol az immunrendszer nem tud hozzájuk férni. Nem tudom, értitek-e, hogy Donald Trump miért nem szállt be ebbe a bizonyos geomérnöki tevékenységbe? Neki nem a Föld felmelegedésével van gondja, és nem azzal van gondja, hogy ezt hiszi vagy nem hiszi, neki a módszerrel van gondja. Pontosan tudja, hogy ez az élő organizmusok elpusztulását jelenti. And how about this one? We live in a world where mercury is considered highly toxic. Olyan világban élünk, ahol a higanyt erős méregnek mondják. Injekcióknak az összetevője a higany, mint egy nagyon-nagyon komoly nehézfém. No doubt you've heard about chemtrails.
denied by our governments for a long time, but recently acknowledged and referred to as A kormányok támogatják a geomérnöki tevékenységet, permetezik az atmoszférákat. The thing that makes me go, however, is the fact that we're sprayed with heavy metals. Alumínium, bárium, kadmium és titánnal. Mindenki tudja, hogy az Alzheimer-kornak és a Parkinson-kornak is ez az egyik fő oka, a nehézfémek. Mindenki tudja? Hát, aki ezzel foglalkozik, tudja. Mások meg úgy tesznek, mintha nem tudnák. A higanynál elérték néhány évvel ezelőtt, hogy nem lehet már alkalmazni a higanyban a legkomolyabb idegméreg. Nem lehet az iparban alkalmazni, nem lehet a kémiának nagyon sok tel, kitiltották a higanyt. Egyetlen helyről nem tiltották ki, az egészségügyből. Ma is a védőoltásoknak és a gyógyszereknek az összetevője a higany. Ami, ha bekerül a szervezetbe, elpusztítja az idegeket. Az acélötvözet és a krómozott nikkel. Tessék, a téged megillető összeg. Mehet. És most beszéljük meg a következő hónapot. Ez jó anyag. Jobb is lesz, miután végzett vele. Rendőrség, kezeket fel! Bilincset rájuk és vigyétek! Tudom, hogy a vagyonod nagy részét színes fémkereskedelemmel szerezted. Remekül csinálod. Csodállak, mert sikeres csaló vagy. Te importálod az árut, megvannak az embereid, akik felverik az árat. Vajon mit szólnának az emberek, ha kiderülne, hogy az új hidak és sinek veszélyes hulladékból vannak? Egy ilyen mérvű bizalomvesztés, hát, tönkreteszi a nagyokat is. Egy kis részlet. Miből készítik a hidakat és a vasúti sineket? Hát bizonyos minden hájjal megkent nagyurak veszélyes hulladékból. Csak néhány gondolat az ólomról. Ólmot már használtak az ókorban is, tehát csővezetéket készítettek ólomból, de korunkban egy különös új felfedezéssel, ugye körülbelül 80-100 éve, a benzinbe ólmot tettek. Ezt úgy képzeljétek el, hogy minden 1000 liter benzinbe kellett 1,5 kiló ólom, hogy a motorok ne kopogjanak. Egy ilyen lágy hangot adott a motoroknak. Na most ezelőtt 80-100 évvel, amikor elkezdték az első autókat gyártani, nagyon jól tudták, hogy ha alkoholt tesznek a benzinbe, akkor sem kopognak a motorok. Csak ez egy ismert dolog volt. Na most, aki olvasta az Edison könyveket, hogy Edisonnak több mint 3000 pere volt, mert abba az időben jöttek divatba az ilyen levédett jogi dolgok, szabadalmak, és mivel a benzin volt alkohol és nem kopogott, de ez nem volt jó üzlet, kitalált az olajipar egy újabb trükköt, hogy tegyenek akkor a benzinbe olmot, mert az egy új felfedezés, azt le lehet védeni, és minden liter benzin után 1 cent szabadalmi díjat még le lehet venni. Tehát literenként 1 centért kihagyták az alkoholt, és olmot tettek a benzinbe. Az elmúlt 80-100 évben több millió tonnát pufogtak ki, egész pontosan 9 millió tonna olmot pufogtak ki az autók. 9 millió tonnát évente. Én kiszámoltam, hogy Magyarországon évente hány liter benzint fogyasztottak, beszoroztam ezt 80 évvel, mert Magyarországon 2000-ig lehetett olmozott benzint használni, és a következő érték jött ki számomra, hogy négyzetkilométerenként 860 kiló ólom hult le az égből. Na most annak egy részét beszippantottuk, nagy része lehult a földre meg a vizekbe, azt felszívták a növények, az állatok, és mi lett ennek a 80 évnek a következménye, mert mi most itt vagyunk 80 év után. Hát az lett a következménye, hogy nagyon különös, és ezen, ha ne haragudjatok, hogy így mondjam, egy kicsit úgy mosolyogtam is,
egy kis hódot elütött egy autó. És megvizsgálták a kis hódot, hogy hát milyen problémái lehettek egyébként is, még mielőtt az autó elütötte, és megállapították, hogy a kis hódban 20-szoros ólom szennyezés volt a megengedettnek a 20-szorosa. És megkérdeztek szakembert, tehát aki ennek a területnek a szaktudósa, mint tudományos ember, és elmondta, hogy ebbe a kis hódba azért volt ennyi ólom, mert hát a hód az vízbe él, és a vízbe, amikor a vadkacsákat lövik a vadászok, behullanak sörétek, meg amikor horgászok horgásznak, benn maradnak ólmok, mert beszakadnak ólmok. És a vízbe ezért van sok ólom. És a kis hód ezért volt ólom mérgezett. Nem tudom, értitek-e, hogy azt mondaná, hogy a benzin következménye az égből lehulló, hogy a kidobott akkumulát, nem. A vadászpuska sörét és a horgászok a felelősek azért, hogy a kis hód ólom mérgezett volt. Ez néhány évvel ezelőtt Magyarországon nagy hír volt, hogy a kis hód. A kis embert nem vizsgálták meg, hogy ólom szennyezette. Ebben az évben az UNESCO, mint bomba hírt dobta be, hogy a Földön élő gyermekeknek egyharmada, tehát a 4 éves gyermekek egyharmadának 4-5-szörös ólom szennyezettsége van, magyarul minden harmadik gyerek ólom mérgezett. Akkor milyen egy 8 éves gyerek, vagy egy 20 éves fiatal, és milyen egy 50-60 éves ember, ha a 4 éves gyermekek ólom mérgezettek? Hát le sem merik írni. Egy 40-50-60 éves emberben a megengedett ólomértéknek minimum 10-szerese vagy 20-szorosa van. Mitől? Hát attól az 1 centtől, amit minden liter benzinből le lehetett venni, mint szabadalmi díj. 1980-ban Amerikában betiltották az Egyesült Államokba az olmozott benzint, Magyarországon 2000-ben tiltották be, de Ázsiában még nagyon sok országban használják. Megvizsgálták azt is, hogy a nehézfémek elszabadult szellemei vajon milyen testi problémákat okoznak? Baktérium, vírus, gomba, rák, ezek tudva lévő dolgok, de az epekövek és a vesekövek hátterébe is ez a bizonyos nehézfém jelenség van a háttérben. Pontosan lehet tudni, hogy egy ilyen epekőnek vagy vesekőnek, úgy is mondhatjuk fémkőnek, mi az összetétele. Kálcium, stroncium, magnézium, cink, réz, ezüst és ólom. Az ólom mindig egy kiszáradáshoz, egy érzékszervi leépüléshez, megkeményedéshez, és nagyon sokszor bénuláshoz vezet. Amikor egy erőműbe szenet égetnek el, nagyon különös, hogy az égés termék 10%-a nehézfém. Fémek elszabadult szellemei, és ez bekerül a természetbe. Ez meglátszik a növényeken, és mivel az állatok növényeket fogyasztanak, valamennyi állatunk, házi kedvencünk ólommérgezett. Aki ólommérgezett, az minden betegségre fogékonyabb. Higany. Szóltam már róla, hogy a higany az egyik legveszélyesebb nehézfém. Képzeljétek el, amikor aranyat bányásznak, az arany, az ezüst, a réz megvan elemi formába, tehát őket nem kell, hogy kiolvasszák a kőzetekből, mert ki lehet bányászni. Egyébként nagyon érdekes, hogy például az ezüst, az arany, minél följebb vagyunk a hegyen, annál több van arany és ezüst is, és ahogy megyünk be egyre beljebb a hegy mélyébe, egyre kevesebb a százalék, amit lehet találni a kőzetbe. Na most ugye kiveszik az aranyat, de marad rengeteg meddő, úgy hívjuk ezek a kövek, amiket ki kell, hogy robbantsanak, és csillékkel kiveszik, kiviszik az aranyat, és ott marad benne aranytörmelék. Azt hogy veszik ki, hogy el ne tűnjön? Leöntik higannyal. Ezek a fémek úgy szívják magukba a higany, mint a szivacs a vizet. És ahogy leöntik higannyal, kifolyik egy ilyen amalgám szemű anyag, mint amivel a fogakat is tömik.
Utána, hogy ott van ez az amalgám anyag, ami arany higanyötvözet, vagy ezüst higanyötvözet, elkezdik gázperzselőkkel perzselni. És a higany elillan, mert 400 fok körül a higany el tud már párologni. Mi maradott? Az ezüst, meg az arany. Mit gondoltok? Naponta hány ember foglalkozik ma a Földön ilyen gázperzselős melegítéssel, hogy aranyat és ezüstöt nyerjen ki? Csak úgy fogalmazzatok meg egy számot, hogy szerintetek ma a világban, Dél-Amerikába, Kínába, Ázsiába, Afrikába hány ember foglalkozik ezzel naponta, hogy higanyt párologtasson el? 15 millió ember foglalkozik ezzel naponta. Mennyi higany jut fel a légtérbe? És mit gondoltok, az ott marad? Hát az visszahullik. Hova? Folyókra, növényekre. És kérdezik sokszor, kimutatja ugye a komputer, hogy valakiben sok az ólom, vagy sok a higany, és megkérdezik, de hát mivel jut ez belém? Hát, hogy veszek egy lélegzetet, hogy megiszok egy pohár vizet, hogy megeszek egy sárgarépát, vagy éppen egy kiflit, vagy éppen megeszek egy rántott csirkét. Mindennel. Tele vagyunk ólommal, tele vagyunk higannyal. Nem beszélnek ezekről a dolgokról. Tehát kényesen ügyelnek arra, hogy ezekről a dolgokról nehogy szó essék. Kettő oka van. Egy. Azt mondaná valaki, jó, hát mérjük meg. Hát nem nagyon tudják megmérni. Kettő. Azt mondja valaki, oldjuk meg. Hát a tudomány nem tudja megoldani. És van ma egy mérőműszer, a Matrix Drops komputer, ami megméri, és ma van egy quintessencia, amivel ezeket a nehéz fémeket a szervezet öngyógyító képességével ki lehet tessékelni a szervezetből. Most kérdezhetnétek, hogy miért nem tudja ezt magától megcsinálni a szervezet, miért kell ebben neki segíteni? Azért, mert ezek a nehéz fémek leblokkolják, ugyanúgy, mint a vírusok, megtévesztik a szervezetet. És külön kérvényt kell benyújtani, külön föl kell hívni a figyelmét, hogy mit kell megoldania. És amilyen csodálatos, külön külső irányításra, quintessencia irányításra képes ezt megcsinálni az érő szervezet. Úgy a földek, a növények, az állatok, mint az ember. A higanynak a latin neve Mercurius. Mercurius egy csodálatos isteni lény, aki valójában az égiektől hozta az üzenetet az embereknek. A Mercuriusnak, mint információhordozónak csodálatos ereje van. Ha hallottatok már a homeopátiáról, ott is használják a Mercurius szert. Ennek egy sokszoros hatványára felemelt információ hordozója a quintessencia. A Mercuriusnak megvan Matrix Dropsokban is az információja, a teremtő információja. Higanyt csak higannyal lehet kiüríteni a szervezetből. Anyagi higany teremtő információval lehet kiüríteni a szervezetből. Jézus Urunk megjelenéséig a Földön a legtöbb kultúra Mercurius istenséget hitte, támogatta, az ő segítségét élvezte. Ő volt az, aki az égiektől mindig hozta az üzenetet, és a földiektől vitte az égiekhez. Ő a hírhozó. Szellemben, információban, lélekben, anyagban, viszont az egyik legkeményebb, a legkárosabb, nehéz fém az emberi életbe. A higanynak vegyületeit ismerjük, így a metilhigant és a timeroszált, amit például minden injekcióba betesznek, mert ez egy tartósítószer. Hát ha valamit megmérgezek, az tartósítva van. A tartósítószereknek ez a lényege, például az E-tartósítók, ez mind az alumíniumnak valamilyen vegyülete. Amit láttok bármilyen élelmiszeren, hogy E
290, 382, ez mind alumínium. Az élő organizmust alumínium porral megszórják, megmérgezik, és meghal. Ettől tartós. Attól tartós, hogy már halott. Na most egy organikus halott dolog, az elenyészik, és visszamegy a teremtésbe. De ami ilyen szintetikus és előállított, nem természetes anyaggal vannak megölve, ezek meghalnak és itt maradnak. Kiveszel egy tartósított terméket 3 év múlva mit tűnt spejzbe, és ugyanúgy tartós. Van, aki talál 20 éves konzervet, és tökéletes minőségben van. Tökéletes minőségben. Hát amikor meggyártották, már nem volt tökéletes minőségben, mert már akkor halott volt. De nem organikus halott, hanem mérgezett, szintetikus halott.